Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Sportrét című műsorunkat látják. Mai vendégem neve egyet jelent a pécsi női kosárlabdázással. Manapság azonban sportmúltja és sportemberi mi voltja helyett egy más üggyel kapcsolatban hallunk róla a legtöbbet. Erről is fogom kérdezni mai vendégemet, tehát Iványi Dalmát köszöntöm a stúdióban. Szia Dalma! Szia! Hát itt beszélgettünk már a színfalak mögött gyerekről, jövőről, mindenről. Szerintem kezdjük talán a legfrissebb dologgal. Volt egy sajtóközleményed, ugye, amiben a Pink Pécsi 424 csapatával kapcsolatban ugye kifejtetted a véleményedet, elmondásod szerint a város ugye ellehetetleníti a csapat működését. Erre érkezett egy válasz ugye a város részéről, nyilván a kedves nézők számára is ismert a történet. Mi a véleményed az üzenetről, amiben ugyan azt mondják, hogy nem kívánnak támogatni egy olyan csapatot, ami egyrészt nem pécsi, másrészt pedig, hogy ugye annak a Kft.-nek voltál a vezetője, amely ugye körülbelül 250 milliós hátralékot hagyott maga után. Én azt gondolom, hogy ez a probléma és úgymond ez a kérdés, ez nagyon összetett, és lehetne róla órákig beszélni. Én azt gondolom, hogy én szerintem nem sportszerű és szakszerűtlen is belekeverni úgymond a Pink Pécsi 424 csapatba, a régi úgymond Pécsi Női Kosárlabda Kft. Által irányított csapatot, mert ez két különböző csapat, és én azt gondolom, hogy amennyire én annak ügyvezetője voltam mindössze 3 hónapig, tehát azt gondolom, hogy ha így veszük, akkor sok galibát én ott nem okozhattam, tehát jóval korábban kezdődtek már a problémák, és én azt gondolom, hogy az önkormányzat ugyanúgy tulajdonos volt, és ugyanúgy tulajdonos mai napig a PNK-ba, mint ahogy mások is. Tehát én azt gondolom, hogy igazából ezt nem egy helyes dolog összekeverni a két dolgot. Én tényleg itt a Pink kapcsán nem is a város támogatását kéri ez a csapat, a Pink Pécsi 424, hanem csak azt kéri, hogy úgymond egyenlő feltételeket biztosítson, és biztosítja, vagy lehetővé tegye azt, hogy termeket tudjunk bérelni edzésre, mérkőzésre, és ezt az alapvető úgymond jó indulatot, vagy ha támogat lehet ezt mondani, ezt se kapja meg ez a csapat, és én azt gondolom, hogy ez azért nem sportszerű, sőt, talán egy kicsit már úgymond tényleg arról lehet itt szó, hogy próbálják mindenféleképpen ellehetetleníteni ezt a csapatot, úgymond a városi rivális, a Peac Space csapatának ugye, hogy ne legyen itt semmiféle úgymond ellenlábasa a városba. Igen, én úgy tudom, hogy a Gandibba is próbáltatok edzeni, ott nem sikerült, utána átmentetek a Nagy Lajosba, ott egy darabig tudtatok, aztán nem, legutóbb a Pote csarnokban találkoztunk, de ha jól tudom, akkor ott sem nagyon maradhattok. Igen, én azt gondolom, hogy tehát ahogy itt felsoroltad, ugye ebben van, amelyikben tulajdoni része van az önkormányzatnak, de van olyan iskola, mint például a Nagy Lajos gimnázium, ahol semmiféle tulajdon része nincsen a városnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, amit én magánszemélyként nem értek, hogy ez miért jó a városnak, vagy miért tesz ilyen lépéseket, amikor ugye ezeknek az iskoláknak, intézményeknek, de azt gondolom, hogyha a Lauber Dezső sportcsarnokról beszélünk, akkor ez az önkormányzatnak, a városnak pénzbevételi forrás lenne, tehát ezért nem lehet igazából megérteni, hogy ezek szerint akkor nem kell a pénz se az intézményeknek, se a városnak. Pont. Igen. Jártunk mind a két csapat edzésén, ugye a PAC-én és a tietekén is kérdeztünk az ottani vezetőktől is, tőletek is kérdeztük, hogy mit szóltok a kialakult helyzethez, hogy kvázi két pécsi női kosárlabda csapat működik a városban. És igazából mindenki üdvözölve fogadta itt, és mindenki azt mondta, hogy ez csak jót tesz a sportáknak, még több szurkoló lesz, ugye lesz városi rangadó, tehát mindenki pozitívan áll úgymond a dologhoz, és valahogy úgy néz ki, hogy mégse működik, vagy működhet ez a történet. Mi ennek az oka szerinted? Igazából tényleg őszintén válaszolva erre a kérdésre nem tudom, mert én is tiszta szívemből tudom ezt mondani, hogy igazából ebből a dologból, hogy kettő pécsi női kosárlabda csapat van, a szurkolók és a pécsi emberek húzhatnák a legnagyobb hasznot, úgymond, és őnekik lehetne a legjobb dolguk olyan szempontból, hogy több mérkőzés van, mind a két csapatnak lehetne szurkolni, és én azt gondolom, hogy tényleg ez egy jó helyzet lehetne azzal a minimális egészséges rivalizálással, amit te is említettél, hogy lehetnének nagyon jó városi rangadók is. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy legalábbis meg kellene adni az esélyt, megnézni, hogy két csapat is elfér, én azt gondolom, egy városba, és mondom, nincsen ezzel semmi probléma, hogy az önkormányzat csak az egyik csapatot kívánja támogatni,
támogatni, mert ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy mi nem is ezt kértük az önkormányzattól, hanem igazából csak egy árajánlatot szerettünk volna konkrétan például a Lauber Dezső sportcsarnokra kérni, hogy szerettük volna kibérelni mérkőzésre és ugye edzés lehetőségre, tehát mi nem az ő támogatásukat kértük. Ami pedig a jövőt illeti, mikor dől el egyáltalán a sorsotok, vagy hol tudtok készülni a következő bajnoki szezonra? Én azt gondolom, hogy ez folyamatosan napi téma, ugye jelenleg is megoldott az edzésünk, ugye nem titok, hogy Pécs körüli kisebb városok, települések segítenek ebbe, szívesen látnak minket edzés lehetőséggel. Ugye itt az első és legfontosabb és legégetőbb probléma az majd a mérkőzések helyszínének a megoldása. Én azt gondolom, hogy eznek hamarosan meg kell oldódnia, és meg is fog, és én még lehet, hogy ilyen örök optimistaként én azért még abban is bízom, hogy esetleg ugye a Lauber Dezső sportcsarnok lesz a mérkőzéseink helyszíne, hogy esetleg akár az önkormányzat, akár a városvezetők belátják, hogy tényleg, amit az előbb mondtunk, ez Pécs városának csak jól jöhet, és csak profitálhatnak belőle a pécsi emberek, hogyha ha két női csapat mérkőzéseire tudnak kilátogatni a sportcsarnokba. Térjünk vissza a pályára, beszéljünk szebb dolgokról, sportpályafutásról. Ugye a műsor cím az, hogy Sportré, úgyhogy kezdjük talán a kezdetekkel nálad. Hogyan találkoztál először a kosárlabdával? Mik az első emlékeid a sportággal kapcsolatban? Én igazából belenőttem ebbe a sportágba. Nekem szüleim annó, amikor születtem, még aktívan sportoltak Mezőberényben, a helyi NB2-es női, illetve férfi csapatban, valamint mindketten edzősködtek akkor is, és edzősködnek a mai napig is, tehát én azt gondolom, hogy talán már úgymond az anya tejjel, meg úgymond anyukám vérével együtt magamba szívtam, és megkaptam úgymond a kosárlabda szeretetét, és tényleg azt gondolom, hogy ahogy elkezdtem totyogni, úgymond akkor már a pályaszélén töltöttem nagyon-nagyon sok időt. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg egy pillanatig nem volt az kérdés, hogy milyen sportágat válasszak, hanem egyszerűen automatikusan jött, hogy amikor oda kerültem, hogy 9-10 éves lettem, ugye akkor már elkezdhettem edzésre járni, és édesanyám volt az első edzőm, úgyhogy ott Mezőberénybe kezdődött a pályafutásom, és mondom, tényleg egy pillanatig nem volt kérdés, hogy más sportágat válasszak. De hogy esett a választásod erre a sportágra, mint időkitöltés, vagy mint hobbi, vagy akkor már tudtad, hogy te profi kosárlabdázó szeretnél lenni? Ez valószínűleg nem fogalmazódott így meg bennem, hogy profi kosárlabdázó szeretnék lenni, úgy talán, mivel hogy ezt láttam, hogy anyuméknak is ugye természetes az, hogy edzésre járunk, mérkőzések vannak, tehát úgy ez az egész feeling, atmoszféra megtetszett, és valahogy, tehát ez így bele is ivódott az én tudatomba is, hogy igen, akkor majd iskola, és akkor iskola után lehet edzésekre járni, akkor hétvégén majd meccsek lesznek, és igazából először csak ez volt, hogy igen, én kosaras leszek, természetesen amellett, hogy diák vagyok és tanulok, és igazából szerintem ez mindig így jött magától a következő lépés, hogy akkor általános iskola után elkerültem gimnáziumba Kecskemétre, a kosárlabda miatt, hogy ugye előrébb tudjak lépni, ott ugye NB1-es csapatba kerültem már 14 évesen, de még lehet, hogy konkrétan ott se fogalmazódott meg, hogy na, én majd tényleg profi sportoló leszek, hanem talán azt gondolom, hogy nem tudom, ott a gimnázium évek után azért már kristályozódott a gondolat, hogy na akkor ebből úgymond meg is lehet élni, vagy ugye ezt lehet hivatásként is űzni ezt a dolgot. Mindig vezérigényiség voltál egyébként a csapatban? Tehát mindig te vállaltad az irányító szerepet, vagy ez hogy jött? Én azt gondolom, hogy a pályán igen, tehát ez lehet, hogy esetleg abból is adódott már ott Mezőberénybe, az általános iskolába. Ott még azért ennyivel nem voltam alacsonyabb a többieknél, mint mondjuk most azért ugye a centerekhez képest azért alacsony vagyok. Tehát ott inkább azért kerültem talán az irányító posztra, mert nem is azt mondom, hogy ügyesebb voltam a többieknél, csak mivel, hogy én ugye jártam anyumékkal edzésekre, tehát már ott én megtanultam labdát vezetni, én ott már magamtól megtanultam, hogy kell zicsert dobni, ellestem anyuméktól. Tehát amikor én bekerültem úgymond a saját korosztályomba az edzésekhez, akkor azért már némi rutinom, tapasztalatom volt velük szembe, volt egy kis előnyöm. És lehet, hogy emiatt is volt úgymond az, hogy én akkor úgy magabiztosabb voltam, magabiztosabbnak tűntem a pályán, és akkor ezért úgy az irányító szerepkörbe kerültem, mondom, amellett, hogy azért a méretem is kalibrált erre a posztra, és akkor utána ez azért úgy alapvetően ment tovább. Tehát
a pályán. Én nem akartam soha úgymond vezéregyéniség lenni, vagy irányító lenni, csak ez úgy jött magától, és hál' Istennek én azt gondolom, hogy elég jól el is látom ezt a posztot, meg mindig olyan társaim is voltak, akik ezt el is fogadták, hogy úgymond figyeltek rám, hallgattak rám, és hál' Istennek mindig olyan csapatokban játszottam, ahol nem is szavakkal kellett, hogy vezéregyéniség legyek, hanem tettekkel nekem. Ez sokkal könnyebben megy, hogy példát mutattam, hogy igenis keményen edzünk mindig, igenis hajtunk minden edzésen, hajtunk a meccsen, és mondom, hál' Istennek ez általában ragadós példa volt a többieknek. Első sikerek, vagy első komolyabb sikerek? Hál' Istennek már ez korán jött, tehát most majdnem elkezdtem gondolkodni, hogy nem is tudom, mikor volt, hogy volt, de Mezőberényben mind 7. osztályos koromban, mind 8. osztályos koromban megnyertük a Diákolimpia bajnokságot, ami azért én azt gondolom, hogy nagy szó, amikor ugye a Mezőberényi Általános Iskola az egyetlen egy általános iskola 15-20 diákjából tudott anyu választani, és került ki az a 12 fős csapat, aki aztán pesti iskolákat, akár azt mondom, hogy pécsi iskolákat megvert, tehát ott rögtön úgymond nagyon korán a karrierem kezdetén volt két ilyen úgymond hatalmas siker, amire a mai napig nagyon büszke vagyok, és utána hál' Istennek azért folyamatosan Kecskeméten is, akár utánpótlás, ott ugye elsősorban utánpótlás korosztályokba értünk el nagyon jó eredményeket, de az NB1-be is azért egy stabil középmezőnyű csapat voltunk, meg a válogatottak ott is ugye korosztályos EB-ken voltunk 5., utána ifi EB-n 3., tehát azért hál' Istennek mindig jöttek a megerősítések csapatszinten is, hál' Istennek egyéni szinten is, tehát úgymond elismerések, hogy tényleg, ha keményen dolgozok, ha jól dolgozok, ha jó csapatban vagyok, jó szakemberekkel dolgozok, akkor meg lesz a siker is. Nagyon kilógtál egyébként felfelé ebből a csapatból, tehát nagyon szembe tűnő volt az, hogy a többiek előtt jársz, vagy ekkor még annyira nem csúcsosodott ki? Én azt gondolom, hogy annyira nem, tehát ott Mezőberényben azért látható volt, bár azt kell mondanom, hogy előttem lévő korosztályban volt például egy Kosár Katalin, aki szintén Kecskeméten, aztán a Fradival ő is bajnokságot nyert, tehát Mezőberényből került ki jó pár játékos, akik Kecskemétre mentek aztán tovább, tehát úgymond kilógtam, de aztán Kecskeméten is azt kell mondanom, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon szerencsés volt, mert ha az ember annyival jobb, mint a többi, vagy egyedül van, az se nagyon egészséges, mert akkor ugye nincsen versenyszellem. Tehát Kecskeméten is úgy azért persze tehetséges voltam, kilógtam, a jó közé tartoztam, de hál' Istennek akár a felnőtt csapatban, ugye elsősorban ott azért nagyon sok jó játékos volt, de a saját korosztályban is azért voltunk 3-4-5-en, akik úgy tudták húzni egymást, és úgymond tényleg kemény versenyre kényszerítettük egymást. Pályafutásod legfontosabb fejezete Pécsett íródott. Hogyan emlékszel vissza az első hetekre, hónapokra Pécsen? Hát igazából érdekes volt, kicsit olyan félelemmel teli volt, mert ugye én a Kecskeméti 4 év után a gimnáziumban, akkor megint én azt gondolom, hogy hál' Istennek én is szerettem volna Pécsre jönni, nem csak a kosárlabda miatt, hanem az egyetem miatt is, ugye tovább akartam tanulni itt a testnevelési egyetemen, és hál' Istennek a Pécs is szeretett volna engem, ugye megkaparintani, mint játékos, tehát ilyen könnyen egymásra találtunk, és ugye azért ellenfélként én játszottam a pécsi csapat ellen, tehát láttam a játékosokat, és ugye akkor már egy évet a Laci is itt edzősködött. Tehát és ilyen vegyes érzelmeim voltak, mert egyrészt nagyon örültem, hogy ugye egy erősebb csapatba kerülök, egy nagyon jó csapatba kerülök, nemzetközi kupába fogunk játszani. Ugyanakkor megvolt ez a kellemes megilletődöttség, félelem és akár az edző személye iránt, hogy igen, azért egy temperamentumosabb, kemény, kiabálós edzőnek néz ki, és a játékosokkal szemben is, ugye itt Horváth Jucikát kell megemlítenem, hogy én rettegtem minden alkalommal, amikor a Kecskeméttel a Pécs ellen játszottunk, mert nekem már az nagy siker volt, hogyha Jucika ellen át tudtam vinni a félpályán, ugye olyan nagyon jó labdaszerzései voltak, meg minden, és akkor belegondoltam, hogy Jézusom, nekem minden edzésen ő ellene kell játszanom, tehát ez az egészséges olyan versenydrukk és félelem bennem volt, de én azt gondolom, hogy hál' Istennek nagyon-nagyon gyorsan ment a beilleszkedés. Abban az évben a csapatban azért volt jó pár úgymond újdonsült fiatal játékos saját korosztályomból. Zsolnai Gyöngyi, aki egyel előttem volt, azért őt ismertem Kecskemétről, tehát hál' Istennek azért úgy megvoltak ezek a biztos pontok, hogy majd jó lesz itt Pécsen, és tényleg azt gondolom, hogy elég simán ment a beilleszkedés. Időben hol járunk most, 90-es évek? Ez 94-95-ös szezon, igen. Igen.
És hát hál' Istennek ugye nagyon-nagyon szép szezont zártunk itt abban az első évben, mert akkor nyertem én. Ugye a pécsi csapat már nem az első, de nekem az volt az első felnőtt női bajnoki címem, úgyhogy mindenféleképpen egy feledhetetlen élmény volt, és egy feledhetetlen szezon volt ez az első. Hát akkor már előfordulhatott többször, hogy a nevedet skandálták több ezeren a lóberben, ez milyen érzés volt? Nagyon-nagyon jó érzés volt, főleg úgy, hogy én azt gondolom, hogy abban a szezonban azért én nagyon szépen haladtam, és úgymond végigjártam azt a ranglétrát, vagy úgymond azokat a lépcsőfokokat, amiket kellett, mert ugye Kecskeméten azért elég meghatározó játékos voltam. Talán ott lehet mondani, hogy az utolsó évben már lehet, hogy kezdőirányító poszton voltam, és ezért itt ugye nekem előről kellett kezdenem, ami nagyon jó volt, viszont tényleg rengeteget tanult az ember, és alapvetően a pécsi közönségben ez a nagyon szép, hogy nem csak egy vagy két játékost szeret, vagy úgymond a sztárokat favorizálják, hanem tényleg megkapta rögtön az ember azt a szeretetet, azt a biztatást a legelején is, amikor esetleg csak 2-3 percet játszott, vagy kevesebbet. És a végére én azt gondolom, hogy szerencsének is köszönhetem, hogy akár azon a bajnoki döntőn sokkal több szerepet kaptam, mint előtte, vagy szép lassan a szezon vége felé, ugye már sokat játszottam, tehát tényleg azt gondolom, hogy úgymond egy ilyen kiegészítőbb emberből előrébb tudtam lépni a meghatározó emberek közé, és ez számomra, én azt gondolom, hogy a pályafutásom szempontjából is nagyon-nagyon fontos év volt. Ha sikereid minden állomását megemlítenénk, akkor szerintem tényleg holnap reggelig itt ülnénk, de mégis ki tudnál emelni egy olyan szezont, egy olyan évet, amikor azt érezted, hogy ez most tényleg a te éved volt, ez nagyon jól sikerült. Ugye volt sok kupa győzelem, sok bajnoki cím, Euróligáról ugye ne is beszéljünk, pláne. Szóval van ilyen, amire legszívesebben emlékszel vissza? Hát nagyon nehéz, mert én azt gondolom, hogy minden sikerem nagyon-nagyon fontos, és valamilyen szinten én azt gondolom, hogy lehetetlen is összehasonlítani őket, mert mindig más csapattal is érte el az ember, mások voltak a körülmények. Talán azt gondolom, hogy azért ott, amikor én Amerikából hazajöttem, azért ott az első 4-5 év, az talán azt lehet mondani, hogy szinte folyamatosan a csúcson volt az ember, vagy úgymond akár saját egyéni játékommal tényleg nagyon meg voltam elégedve. Talán azt gondolom, hogy az egyik szebb szezon, vagy a legemlékezetesebb az lehet akár az, amikor itt Pécset volt a Final Four, mert ugye azért abban az évben akkor bajnokságot is nyertünk, most a kupáról nem emlékszem igazából, hogy akkor nyertünk-e vagy se, de én azt gondolom, hogy az például egy nagyon-nagyon emlékezetes szezon volt, de én azt gondolom, hogy akár az első Euroliga 4-es döntőnknek az éve is egy nagyon-nagyon szép év volt, tehát nehéz ezeket összehasonlítani, és én mindig azt szoktam mondani, hogy igazából én arra vagyok büszke, hogy tényleg ennyi sikert ért el az ember, mert és ezt nem én mondtam, hanem nálam sokkal nagyobb sportolók, meg nagyobb emberek, hogy igazából egyszer felérni a csúcsra, vagy egyszer bajnokságot nyerni, azt úgymond könnyű, mert lehet szerencséje az embernek, az ellenfelek mindegyik éppen rossz napot fogott ki. Tehát egyszer megnyerni valamit, azt végül is nagyon könnyű, viszont a toppon maradni 10-15 évig, vagy azt mondom, hogy igen, akár megnyerni 9 bajnokságot, 8 kupa győzelmet, azt azért ahhoz már nem elég a szerencse meg a tehetség, hanem ahhoz már dolgozni kell, ahhoz már nagyon sok mindent, és én erre vagyok büszke, hogy tényleg itt a pécsi évek alatt, de akár előtte is, hogy nekem folyamatosan megvoltak, megvannak az eredményeim, és ezt nem tudja tőlem elvenni senki. Akkor mesedd el a titkot, mi a titka annak, hogy mindig ilyen elánnal, és mindig ilyen harcossággal és kedvel tudtál nekiindulni a szezonoknak, mert azért teltek, ugye múltak az évek, sikerek azok jöttek, ugye tényleg rengeteg bajnoki cím, rengeteg kupa győzelem az Euróligában is bizonyított, tehát nem volt benned soha olyan, hogy azt mondtad, hogy fú, most már ennyi mindent letettem az asztalra, rengeteg bajnoki szezon van mögöttem, és egy picit elfáradtam, vagy mindig meg volt benned az az erő, amikor elkezdődött a bajnokság? Én azt gondolom, hogy igazából egyszerű a siker titka. Én mindig azt mondom, hogy én imádom ezt a játékot. Tehát nagyon érdekes, mert tényleg azért az ember bele sem akar gondolni, hogy hány évet töltött már a pályán, de én a mai napig, amikor edzésre lemegyek, lehet, hogy az elején kicsit nehézkesebben indul be az ember, mert fáradt, mert éppen otthon valami gondja, baja van, de amikor úgy belemelegszik, és úgy áttöri azt az első hullámvölgyet, vagy azt az első holdpontot, akkor utána szerintem előjön az emberből, vagy legalábbis belőlem az a gyermeki
szeretete a kosárlabdának, hogy ez egy játék, ott van egy labda, azt kell kergetni, azt el kell venni az ellenféltől, be kell dobni a kosárba, és akkor örülünk. Tehát én nekem valahol ez egy ilyen egyszerű dolog, hogy én imádok kosárlabdázni, imádok játszani, és valamilyen szinten szerintem ez tud előre vinni, vagy ezt tudott mindig megújítani. Amellett, hogy azért azt is elmondtam, hogy sokszor, hogy azért az is nagy segítség, hiába mindig egy városban volt az ember elvileg, ugyanabban a csapatban játszott, de mindig volt két vagy három új játékos, mindig az edző kitalált valami új taktikát, tehát úgy meg tudott újulni az ember, mert ezek az új játékosok új impulzusokat hoztak, az ellenfelek is átalakultak, tehát soha nem volt ugyanaz a dolog, soha nem volt. A cél mindig ugyanaz volt, hogy igen, bajnokságot nyerni, kupát nyerni, Euroligában minél előbb szerepelni, de mégis mindig új volt minden szezon, és minden szezonnak megvolt a maga szépsége is, és nekem ez segített abba, hogy ne fásuljon bele az ember. Amellett a másik nagyon fontos dolog, amire igazából később jöttem rá, hogy hál' Istennek megvolt mindig az 1-2 hónap nyáron, amikor az ember fel tudott töltődni, és én tényleg az a fajta ember vagyok, aki olyankor viszont elfelejtette a kosárlabdát. Tehát akármennyire imádom ezt a játékot, én nagyon szépen ki tudok kapcsolni nyáron, nem hiányzik a labda, nem akarok minden áron dobálni, járni, és nem is azt mondom, mert ha följön a témaként, akkor persze beszél róla az ember, de rengeteg olyan más program van, és sokszor tényleg tudatosan alakítom úgy, hogy még csak véletlenül is a kosárlabda legyen, és hanem a teljes kikapcsolódás, feltöltődés, és akkor tényleg már úgy az ember azért érzi azt a bizsergést egy-két hónap után, hogy fú, na, akkor most már de jó lenne elkezdeni lassan, meg most már hiányzik, és tényleg nekem ezek a nyári hónapok, tehát pont elegek voltak arra, hogy kipihenjem magam, feltöltődjek, és újra motivált legyek a következő szezonra. Mondhatjuk azt tulajdonképpen a fél életetek azok a szurkolók szemei előtt zajlik, ugye a pályán, az újságokban olvasnak rólatok, a tévében, rádióban, de arra lennék kíváncsi, hogy Iványi Dalma milyen, amikor nagyon-nagyon örül, akár egy sikernek, illetve az ellenkező, hogyha valami nagyon nem jön össze. Tehát mennyire veszed a szívedre, vagy mennyire vetted a szívedre a kudarcos időszakokat, illetve mennyire tudtál örülni. Gyorsan lezárod ezeket, és azt mondod, hogy nyertünk, oké, előre tovább a következő feladatig, vagy pedig sokáig benned volt ez az öröm. Ugyanakkor a másik oldalon is ott a kérdés, hogy mennyire hordozod magadban a negatív élményeket. Én azt gondolom, hogy igazából a sportot, de talán azt gondolom, hogy nagyon sok más minden dolgot se lehet úgy csinálni, hogyha az ember nem engedi az érzelmeit szabadon, úgymond, vagy nem éli meg akár a pozitív, akár a negatív dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy és ez is az élet más területén, és én azt gondolom, hogy ezzel nagyon sokat tudunk segíteni magunkon, hogyha ha tudunk örülni. És én azt gondolom, hogy a legkisebb dolgoknak is tudni kell, és ez például a kosárlabda szempontjából is akár a mostani edzésekre is bele tudok gondolni, hogy igen, még a lábaim nem olyan gyorsak, mint voltak, de mit tudom én, megy egy jó passz vagy valami, vagy kivédtem éppen valakit, és olyan tényleg olyan eufórikus örömet tud az ember érezni, tehát úgymond ezeknek az apró örömöket megtalálja. Visszatérve nagyba, ezt azért nagyon-nagyon jó megélni, és én azt gondolom, hogy Pécset nagyon jó helyzetben voltam, vagyunk, mert a közönség nagyon-nagyon tud örülni velünk együtt, és azt gondolom, hogy nem engedi, hogy úgymond egy-egy ilyen hatalmas sikert az hamar elfelejtsen az ember, akár azt gondolom, hogy utána napokig, hetekig az utcán odajönnek, és tényleg gratulálnak, és látszik az, hogy együtt örülnek az embernek, az emberrel, és ugyanúgy, tehát magukénak érzik a sikert. Tehát azért gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon szeretem megélni, és tényleg a jó értelembe véve. A kudarcok is ugyanígy vannak, hogy nagyon-nagyon tud bántani, és bár azért ezt az évek alatt megtanulta az ember kezelni, és egy kicsit előhozza ezt a profi mentalitást, ami tényleg kell, hogy tudni kell túllépni a kudarcokon és a sikertelenségen, nem elfelejteni, tanulni belőle, de menni tovább, viszont ugyanakkor belülről azért sokáig tud fájni, és lehet, hogy esetleg az emberen nem látszik, de azt gondolom, hogy akár egy-egy tehát vesztes mérkőzés, vagy egy úgymond, amikor a bajnokságban másodikok vagy harmadikok lettünk, vagy az Euroligában nem jutottunk be a legjobb nyolcba. Tehát van, hogy 2-3 hét múlva is egyszer csak belenyilal az emberbe megint az az érzés, hogy
kikaptunk, azt ott másképp kellett volna csinálni, ez milyen rossz érzés. És én mondom, tehát ez is gyerekkoromból jön, hogy én nagyon-nagyon nem szeretek veszíteni a mai napig, ezt is tudja a családom, meg a hozzám közel állók, hogy bármilyen játékban, tehát nagyon tud fájni, hogyha kikapok. Tehát ilyen társas játékról valós? Társas játék is, kártya is, bármi, tehát olyan mert ez a versenyszellem, ez ahogy fú, ha már csinálunk valamit 100%-kal és nyerni akarunk, tehát azért alapvetően nem szeretek kikapni, de én azt gondolom, hogy az évek során magát a kosárlabdapályán történő vesztes meccset, vagy bármi hibát, azt úgy megtanulta az ember kezelni, és tényleg próbálja építőleg tovább lépni, de úgymond azért viszonylag hamar elfelejteni, vagy úgymond tovább nézni. A beszélgetés alatt jobbrészt ugye nosztalgiáztunk, de hát ez nem azt jelenti, hogy pályafutásod befejeződött volna. Hát máshol fogod folytatni. Hogy érzed magad fizikálisan, pont hogy az elhangzott kérdések után kérdezném, hogy mennyire érzed magad készen a további feladatokhoz? Egyáltalán mennyire tud még inspirálni téged így a kosárlabda, a kosárlabdázás? Főleg egy ugye másik országban. Igen, ez egy érdekes kihívás lesz. Én azt gondolom, hogy maga a játék, most így, ahogy el is kezdtem edzeni, már azért ugye egy jó ideje, tehát érzem magamban azt, megint ezt a gyermeki örömöt, hogy fú, de jó, lehet menni játszani. Tehát én azt gondolom, hogy ez a része, hál' Istennek, tehát úgymond éhes vagyok a kosárlabdára, a motiváció megvan. Érdekes dolog lesz, hogy ez egy külföldi országba fogom folytatni a pályafutásomat, ugye Törökországba, tehát biztos, hogy más lesz ugye az ember azért, amikor éveken, évtizedeken keresztül egy csapatban játszott, viszonylag kevés edzőváltás volt, ugye, tehát meg volt egy megszokott ritmus, most ez majd más lesz, de én azt gondolom, hogy az ember mindig kész tanulni, mindig kész új élményekkel gazdagodni, és én tényleg nagyon várom, tehát ezt egy nagyon-nagyon szép kihívásnak érzem. Azt is érzem, hogy azért ez, én azt gondolom, hogy ez egy munkás szezon lesz, úgymond nekem, tehát azért visszajönni egy kicsit már nem úgymond a legfiatalabb életkorba, gyermekszülés után azért nem olyan egyszerű, tehát ezt érzem magamon, hogy egy-két olyan mozdulat, ami megvolt korábban, még nincsen meg, tehát én nagyon bízom benne, hogy vissza fog jönni, és ugye minél többet edzek, minél többet játszunk majd, akkor azért úgymond a szervezetem az fölébred, és tudja magától, hogy mit kell csinálni. De én azt gondolom, hogy tényleg, tehát egy munkás szezon lesz, egy nagyon-nagyon érdekes szezon, de én hiszek benne, és én érzem azt, hogy az erő, a motiváció, az inspiráció az megvan még bennem, és egy szép szezonom lesz Törökországban. Már megemlítetted, szándékosan hattam a legkedvesebb részét a beszélgetés végére. Ugye milyen érzés anyának lenni, most már 9 hónapos körül van ugye a kisgyerkőc. Sokan mondják ugye, hogy a gyermek általában a szülőt tanítja meg sok mindenre első körben, de hogy érzed, hogy mit tanultál az elmúlt hónapok alatt? Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon, tehát igazából leírhatatlan lehetne most itt a szavakat dobálni, hogy milyen boldog vagyok, meg milyen lenyűgöző dolog édesanyának lenni, meg úgymond, hogy ott van egy gyerkőc körülöttünk, de én azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz körbe írni, és igazából tényleg csak a gyakorló szülők tudják, hogy miről beszél ilyenkor az ember, vagy miről nem beszél, mert szavakkal nem tudja kifejezni. Nagyon-nagyon teljesen meg is változtatta az életünket, ugyanakkor nem is változott annyit, tehát ez egy ilyen nagyon érdekes szituáció. Minden nap új, és minden nap egy tényleg egy csoda olyan szempontból, hogy én azt gondolom, hogy megtapasztalja szülőként az ember ugyanígy az érzelmek hullámhegyét, hullámvölgyét, tehát egy nagyon-nagyon eseménydús, érzelemdús, tényleg minden pillanatban csodák történnek, apró csodák a szemünk előtt, és nagyon sokat, tehát én azt gondolom, talán rengeteg türelmet tanított nekünk, mindkettőnknek a párommal a kisfiunk, azt, hogy tényleg
legyen időnk leülni, megállni egy kicsit, és tényleg csak élvezni egymást, élvezni a pillanatot, mert nagyon gyorsan telik minden másodperc, és tényleg ezt az érzést, hogy nem szabad kihagyni semmit, nem szabad átsiklani semmin, elnagyjázni dolgokat, hanem azokat a pillanatokat akkor ott megélni, és tényleg türelemmel, odaadással egymás iránt. És valamilyen szinten én azt gondolom, és ezt sokan mondták, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert az embernek most tényleg olyan mindig valahol jó, hogy amikor a kosárlabdában vagyok, akkor is érzem, hogy ők ott vannak, és értük is játszok, ugye, főleg a kisfiam, miért. De egy pillanatra tényleg azt mondom, hogy őszintén lehet azt mondani, hogy kell az a 2 óra mondjuk, amikor elmegy az ember edzésre, és akkor ott csak a kosárlabda, és utána vissza tud jönni egy teljesen megújultan, bár lehet, hogy fizikálisan holt fáradtan, és akkor meg ez a világban, akkor meg a gyerekkel, és akkor meg tényleg megvan úgymond az a kikapcsolódás, amit az előbb mondtam, hogy a kosárlabdából ki tudok kapcsolni, és akkor megint majd tudok újult erővel ott foglalkozni. És ugyanígy, tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív és egy nagyon-nagyon jó dolog lehet egy édesanyja számára, hogy van egy kicsit kétfajta élete, és mindenhol tud nagyon-nagyon jól szerepelni, és egyik nagyon erősíti a másikat, és nagyon segíti a másikat, és mondom, ezt most akár már itt az edzések alatt is érzem. Azért is kérdeztem az inspirációt, mert nem volt benned egy ilyen megnyugvás érzet gyermekáldás után, tehát, hogy a lelkedet elöntötte valami nyugalom, és azt mondtad, hogy ó, hát ez a legfontosabb, és igazából tényleg máson miért kell idegeskedni. Tehát nem volt benned egy ilyen megnyugvás érzet? De volt. Ez, én azt gondolom, hogy hál' Istennek nagyon jól sikerültek az időzítések, tehát úgymond szinte a szezon végén teherbe estem, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó érzés volt. És tényleg, amit mondasz, és ezt is én azt gondolom, hogy amíg az embernek nincs gyereke, nem érzi át azt, hogy tényleg majdhogy nem bármi összedőlhet körülötte, de ő egy olyan kis különálló sziget, egy olyan kis csoda, egy kis tényleg megnyugvást ad az embernek, hogy azért a legfontosabb dolog az itt van nekem, úgymond körülöttem, és ő rá koncentrálni, ő vele foglalkozni, és valamilyen szinten ez a megnyugvás azért nagyon sokat segít más dologba is, hogy az ember egy kicsit nem is az, hogy pozitívabban tud dolgokat látni, de tényleg rengeteg erőt és energiát tud nyerni a gyerekéből az ember, és tényleg tud a világ végéig tud menni, hogy neki jó legyen, és úgymond onnan megkapja azokat a pozitív és jó dolgokat, amit esetleg máshonnan nem. Hát én azt kívánom, hogy a beszélgetés végén, akkor neked is legyen jó, és akkor alakuljon minden úgy, ahogy szeretnéd, és akkor jó egészséget, kitartást, jó erőt a folytatáshoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Sportré. Ezzel a műsorral legközelebb, jövő héten kedden várom Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra.